Szeretettel köszöntöm nézőinket, László Lilla vagyok. Bízom benne, hogy a december szépen kellemesen telik, és a folytatás is ilyen lesz. Egyre sűrűbbek a napok, mindenkinek rengeteg dolga van így az ünnepek előtt, de ne feledkezzünk meg ebben az időszakban sem arról, hogy kikapcsolódni bizony szükséges. És ha már kikapcsolódás, legyen az minőségi tartalmas. Ebben igyekszem ezen a héten is segítségükre lenni. Terézvárosi, budapesti, illetve vidéki helyszínek programjait ajánlom figyelmükbe. Nézzük első körben, mi vár ránk a 6. kerületben. Karácsonyi élményvonat Bécsbe. A MÁV Nosztalgia 2018-ban is elindítja Advent Express élményvonatát Budapestről a nyugati pályaudvarról a bécsi karácsonyi vásárba. 8 éve indult útnak először az élményvonat, hogy elgördítse a meghitt kikapcsolódásra vágyó vendégeket a csodás bécsi adventi vásárra. A vonat fedélzetén ünnepi hangulat, karácsonyi kávéház várja a vendégeket. Az Orfeum kocsiban élő zenés produkciók szórakoztatják a zenés táncos szórakozást kedvelő utasokat. A szerelvényben étkezőkocsi is közlekedik, ahol lehetőség nyílik odaúton reggelizni, visszaúton vacsorázni. A Wiener Adventszauber bécsi adventi varázslat alkalmából fénylő mesevilággá változik Bécs számos pontja, így többek között a Rathausplatz és a Mária Terézienplatz, ahol számos stand kínálja karácsonyi csecsebecséit, díszeket, édességek tömkelegét. A Schönbrunni kastély előtti kulturális és karácsonyi vására császári kulisszák világával fűszerezi az ünnepi hangot. A MÁV nosztalgiával nem csak a Bécsben töltött idő, de az utazás maga is felejthetetlen, nosztalgikus és karácsonyra hangoló. Tartsanak önök is az adventi élményvonattal december 15-én és 21-én. A programról bővebb információt a MÁV nosztalgia weboldalán találnak. Kulturális és nyílt nap a Cervantes intézetben. A spanyol nyelvet mintegy 550 millióan beszélik anyanyelvükként világszerte, így ilyen szempontból a második világnyelv. Ugyanígy nemzetközi eszköznyelvként is a második helyen áll, valamint a spanyol a harmadik leginkább használt nyelv az interneten. Nem csoda hát, hogy a budapesti Cervantes intézet nyílt napot tart, hogy megismerkedhessünk ezzel a csodás nyelvvel, kultúrával, az intézménnyel, no és együtt búcsúztathassuk az évet játékos formában. A programok reggel 10 órakor elektronikus könyvműhellyel kezdődnek, majd ingyenes nyelvi szintfelmérővel, kedvezményes beiratkozással, karácsonyi pódiumbeszélgetéssel, kamaraszínházi előadással és sok-sok meglepetéssel várnak mindenkit. A Cervantes intézet idei utolsó nyílt napja egyben évzáró karácsonyi program is december 15-én szombaton. A programon való részvétel ingyenes. Adventi készülődés az Ötvös Tízben. Az Ötvös Tíz az adventi időszakban is sok érdekes programmal várja a család minden tagját. Gyermekeseknek jó program lehet az Advent idején című esemény, ahol tánccal, játékkal és hangszer bemutatóval készülnek a kicsiknek 10:30-es kezdéssel. Ezt követően mézes kalács készítéssel és énektanítással várják a lurkókat, no és szüleiket. Igazi adventi családi program lesz az Ötvös Tízben december 16-án. A program terézvárosi kedvezményesen érhető el. Fényünnepe 2018 a Magnetházban. A téli napfordulót követő néhány nap a földszinte minden népe és vallása számára szakrális esemény. Már hagyománnyá vált, hogy ilyenkor az év talán egyik legfontosabb ünnepén a Magnet Közösségi Ház jótékonysági rendezvényt szervez. Szándékuk szerint értékes programoknak adnak ez alkalommal is helyet. Zenével, tánccal, színházi előadással, gyermekprogramokkal, hangfürdőkkel, meditatív koncertekkel és vásárokkal várnak kicsiket és nagyokat advent harmadik vasárnapján. 12:30 és este 6 óra között dizájnvásárt is rendeznek. Gyermekkoncert, gardróbvásár és workshop, ékszerkészítő foglalkozás, meditatív koncert és meg annyi lélekmelengető program vár mindenkit a Magnetházban december 16-án 10:30-től. A programra való belépés ingyenes, de adományos jellegű. A befolyt összeggel az intézmény a Baltazár Színház Alapítvány támogatja. Ajándék színházi előadás. Terézváros önkormányzata és a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit ZRT a karácsonyi ünnepek alkalmából díjtalan előadást szervez terézvárosi lakosoknak. A Hamu és Gyémán című darabot a Turai Ida Színházban játsszák. A két felvonásos darabban titkok és érzések kerülnek a középpontba a csodás és tragikusan fiatalon elhunyt énekesnő Cserháti Zsuzsa dalaival. A műsor december 17-én hétfőn 17 órakor nézhetik meg. A család
családonként 2 darab díjtalan belépésre jogosító regisztrációs lapot december 3-án 8 és 17 óra 30 között, a további napokban pedig az 5-ös 10 pénztár nyitvatartási idejében tudják átvenni. Az ingyenes jegyek átvétele csak is személyesen, lakcímkártya bemutatásával lehetséges. Szeretettel várnak mindenkit! Haverok, buli, bombon a Hadszín Teátrumban. Miért áll le az énekes a koncert közepén, kit hív fel a színpadra, és miért térdel le előtte? Ez már az elején kiderül, de csak azért, hogy utána egyre furcsább és meglepőbb legyen minden. A barátok legénybúcsút, a barátnők lánybúcsút szerveznek titokban. A dolgok bonyolódnak, a hazugságok szaporodnak, az érzések elszabadulnak. A néző sejti és nevet, a szereplők még nem sejtik és tovább kavarják. Közben persze megszólalnak az elmúlt 20 év legnagyobb bombonslágerei. Többek között a Nem vagyok James, Nem vagyok Bond, a Valami Amerika, a Haverok buli Szamba, a Köszönöm, hogy vagy nekem, és így tovább. A történet vége pedig egy egészen furcsán induló buli, ami végül fergeteges fináléba torkollik, ahol minden és mindenki a helyére kerül. A Hadszín Teátrum legújabb zenés darabja igazi sztárparádéval kecsegtet. Kós Réka, Szolnoki Péter, Baronics Gábor, Balázs Andrea és a többiek valóban garanciát jelentenek a felejthetetlen estére, december 16-án vasárnap, este 7 órakor. Bolha a fülbe, premier a Táliában. Állítólag mindenkinek létezik egy hasonmása a világon. És Sandebiz igazgató hiába korrekt úriember, ha belőle is 2 van. A felesége gyanút fog és törbe csalja. Sandebiz gyanút fog és a legjobb barátját küldi maga helyett. A barát pedig titokban a feleség reménybeli szeretője. Egymás karjába is zuhannak a kétes hírű hotel numerában, de a váratlan randevú rémálommá változik, amikor mégiscsak megjelenik Sandebiz. Egyszerre 2 irányból. Megbojdul a szálló, azonnal összefutnak, akiknek nem szabad találkozniuk. Szobák falán át pördül az ágy, a leírhatatlan kavarodásban mindenki észveszve menekül egymáshoz és egymás elől. A bóhózat a tragédia fonákja. Arról mesél könnyekig nevettetően, amilyennek látszik az ember, és amilyennek látszani szeretne. Szerencsére ezek nem mi vagyunk, csak a többiek. Szervét Tibor, Gubás Gabi, Pindroch Csaba, Vida Péter és sok más sztár színész együtt önfelett szórakozást ígérnek a Tália legújabb darabjában. A Bolha a fülbe premierje december 15-én este 7 órakor lesz. Szeretettel várnak mindenkit! Minden héten érdemes elhagyni Terézváros, hiszen a főváros számos más pontján is meg annyi jó programban lehet részünk. Természetesen most már mindenhol az adventről, a karácsonyi készülődésről szól minden, így ismét egy karácsonyi vásárba szeretném Önöket meginvitálni. Adventi ünnep a Szent István Bazilikánál. Idén valóra válnak az álmok a Szent István téren. 160 kiállító, 40 nap, 200-nál is több program. Lesz miből tehát válogatni idén is a Bazilikánál az adventi időszakban. November 23-ától 8. alkalommal vár mindenkit az adventi ünnep a Bazilikánál. Ez a rendezvény az európaiak véleménye szerint a kontinens 4. legimpozánsabb karácsonyi forgataga. A látványos élményekkel teli adventi találkozópont egyedülálló bazilikára vetített 3-dimenziós fényfestést, ingyenes korcsolyapályát, különleges kézműves portékákat is kínál a vendégeknek. Gyermek és felnőtt programok, flashmobok, táncház, finom ételek és italok várják az ide látogatókat. Aki leszeretné kicsit mozogni a bevitt kalóriákat, azokat szeretettel várja az ingyenes korcsolyapálya. Az adventi ünnep kétség kívül egyik fő látványossága az óriás 3D fényfestés. Évek óta hatalmas sikert aratnak az épületre vetített 3D hatású animációs filmek, jelenetek, amelyek készítőik a legnagyobb műgonddal dolgoznak ki. Számunkra nem jó. Évek óta óriási sikert aratnak az épületre vetített 3D hatású animációs filmek, jelenetek, amelyeket készítőik a legnagyobb műgonddal dolgoznak ki számunkra. Kihasználva az épület adta lehetőségeket a játékos, különleges vagy épp meghökkentő részletekre. Idén tehát 8. alkalommal nyílik lehetőség a látogatóknak részeseivé válni Budapest legnagyobb és leggyönyörűbb vizuális élményének, minden nap 5:30 és este 10 óra között. A néhány perces vetítések
óránként kezdődnek, mindig más történetet mutatnak be, és a tér minden pontjáról jól láthatóak. Fantasztikus, ingyenes programokkal és sok-sok ünnepi meglepetéssel csábít mindenkit az adventi vásár a Bazilikánál, hétfőtől péntekig 11 és 22, hétvégén 10 és 22 óra között, egészen január 1-ig. A fővároson kívül is minden a karácsony jegyében az adventi időszakban ezekről az ünnepi hangulatú programokról szól. Én imádom a karácsonyi vásárt, úgyhogy nézzék el nekem, hogy most egy vidéki helyszínen ismét egy karácsonyi vásárba hívom meg Önöket. Váci Advent 2018. 2018-ban is van Vácot adventi vásár, a város főterén, ahol jégpályával, embernagyságú alakokból készült Betlehemmel, különleges adventi koszorúval várják a látogatókat. A már évek óta megrendezett forgatag számos programot rejt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, amelyek ingyenesen látogathatóak. Az eheti kiemelt programra december 15-én szombaton kerül sor, reggel 9 órától elrajtol ugyanis a 22. Mikulás futam. 15 órát pedig betlehemes előadással, 16 órától hagyományőrző betlehemezéssel, valamint 17 órától musical előadással szórakoztatják a közönséget a főtéren. Az advent elmaradhatatlan része az adventi vásár, amely a hét minden napján forralt borral, forró csokival, puncsal, finom harapnivalókkal, kézműves portékákkal és gazdag ajándéktárgyválasztékkal kecsegtetnek minden érdeklődőt, egészen december 31-ig. A program és a kiemelt események egyaránt ingyenesen látogathatóak. Ez volt heti programajánlónk, remélem, hogy valamelyik esemény felkeltette érdeklődésüket. Amennyiben bármilyen kérdésük vagy észrevételük lenne, úgy ezt megtehetik az info@hatoscsatorna.hu e-mail címen, vagy a 061-301-0956-os telefonszámon. Szép hetet, sok tartalmas programot kívánok Önöknek, vasárnap ne felejtsenek el meggyújtani még egy gyertyát, ez alkalommal a harmadikat az adventi koszorún. Viszontlátásra!